Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. A vonal túlsó végén Baráth Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Mi van a tarsolyban? No hát először ugye még egy ilyen, hát korábban azt gondoltuk, hogy egy lerágott csont, de aztán kiderül, hogy ez a mégis van egy kis hús még, itt a dízel botrány kapcsán, ugye, amiben hétvégén jelentette be a német gépjárműszövetségi hivatal, hogy az Audinak a V6-os dízel modell motorjaival felszerelt autók közül továbbiakat ugye kell visszahívnia. Most tájékoztatta ez a hivatal magát az Audit is, hogy a modellek közül az A4, A5, A6, A7, A8, Q5 és az SQ5, amit a Q7-es modelleknél, ugye ez a V6-os dízellel szerelt modelleknél nem felelnek meg a 6-os kibocsátási normának. Egész pontosan, ugye, ahogy ő fogalmazott, elégtelen a kikapcsolási technikájuk. Összességében 77.600 német autót érint ez, világszerte 127.000-et, ebben ugye hozzá kell tenni, hogy az osztrák számok azok nem állnak rendelkezésre, tehát ez még majd ugye valószínűleg hozzájön. Ugye a Bild am Sonntagban megjelent cikk szerint ugye arról van szó, hogy azt állapították meg a hatóságok, hogy van ebben a motormodellben egy károsanyag csökkentő felfűtési stratégia, ami csak a vizsgálópadon aktív, az országúti forgalomban ez kikapcsolódik. Ugye autóipari szakértő Ferdinand Dudenhofer ugye kritizálta az Audit, aki azt mondja, hogy hát ez már több, mint kínos. Hát ilyen azért nem igazából fordulhatna elő, hogy a maga hatóság tájékoztassa a médiát, meg hát ezáltal a tulajdonosokat is a visszahívásról. Tehát ezt magának az autóipari cégnek kéne megtenni. Hát ez igen, tehát ez elég furcsa, hogy még itt évekkel az első ilyen Audi, évekkel az első dízelbotrány kirobbanása után is ugye vannak még olyan típusok, akikkel ez előfordul, és hát ráadásul ugye pont jövőjét szerdán kezdődik Németországban az első per, amit a környezetvédők indítottak. Ráadásul a városok ellen, akik ugye azt követelik tehát a városoktól, akik ugye tulajdonképpen a gépjármű engedélyezést végzik, ugye a környezetvédelmi előírások alapján, hogy azokat az autókat, akik belekeveredtek ebbe a károsanyag kibocsátási csalás szoftver dologba, ezeket egész egyszerűen tiltsák ki a nyilvános utcákról, és hát azzal, hogy ennek nagyobb legyen a nyomása az egyes ugye, településekre, városokra, ezért ugye a környezetvédők ezt egy nyilvános felhívást is ugye tettek erre közzé. Hát azt gondolom, hogy tényleg ugye fokozódik a nyomás, hát ezek után valószínűleg a Volkswagen, aki most itt az elmúlt hónapokban majdnem 50%-ot emelkedett, hát könnyen el tudom kezdeni, hogy ez egy kicsit ugye a másik irányba fog menni az árfolyam, itt a 182 eurós árszinthez képest. Oké, következő. Na lenne egy Deutsche Telekom, ahol már egy kicsit vidámabb hírekről tudok beszámolni, ahol is az év elejével kapcsolatban a következőt nyilatkozták. Az osztalékhozammal kapcsolatban ugye azt mondja a cég mag saját magáról, hogy elég bizakodóak az idei évre is, hogy a free cash flow-juk az nőni fog, és ennek megfelelően az osztalékot is növelni tudják. Ugye ezt a Thomas Donnenfeld mondta a Börsen Zeitungba, ő a pénzügyi vezetője a cégnek, és hát avval kalkulálnak, hogy 2018-ban is az osztalék az tovább fog javulni. Ugye a 2015-ben megfogalmazott középtávú céljaikban
nak megfelelően egyébként, és itt azt is megtette, hogy ők nem csak egy ilyen 4 éves intervallumban gondolkodnak, hanem ez egy hosszabb távú stratégiájuk is. Ez az osztalék hozam, ez számukra egy ilyen taktikai eszköz, amely mellett a Telekom hosszú távon is meg akar maradni. Azok után, hogy ugye az USA-ban a T-Mobile USA és a Sprintnek te való tárgyalások ugye megszakadtak, ugye azt fogalmazta meg a Donnan Feld, hogy semmiféle nyomás nincs rajtuk arra, hogy az USA-t elhagyják. Egyébként a T-Mobile USA a hosszú évek óta megszokott negatív cash flow-val szemben az első 9 hónapban, ugye már mint hogy tavaly, már egy 921 millió dolláros plusszal rendelkezett, és 2019-ig egyébként arra számol a menedzser, hogy évente mintegy 45%-os lesz a növekedése az amerikai leány free cash flow-jának. Minden esetre ugye azt is hangsúlyozta, hogy ők nem dogmatikusak, tehát abban az esetben, hogyha most valaki jönne és az asztalra tenne, azt mondja, ahogy idézem a szavait, mondjuk 120 dollárt részvényenként, most ugye 51 dollár a T-Mobile USA ára egyébként, és ez mindez cashbe, akkor nyilván ezen ugye el kellene gondolkodniuk. Kicsit mélyebben értékelt az amerikai adóreformot is, ahol azt fogalmazta meg, hogy ez rájuk nézve egy releváns háromszámjegyű eurómilliós összeget jelent, tehát pozitív értelemben ugye nyilván. A bejelentett, illetve már elkezdett kamatemelési ciklus az USA-ban egyéb, ez viszont rájuk nincsen különösebb hatással. Nekik egy hosszú távon kiegyensúlyozott lejárati portfóliójuk van, ugye a hitelezés tekintetében. Egyébként évente 3-5 milliárd eurót kéne nekik ugye újra finanszírozni, ebbe az évben viszont csak 2-t. Épp ezért gondolkodnak, illetve hát ugye ezt komolyan megtennék, hogy a T-Mobile USA-nak egy 5 és 10 milliárd euró közötti hitelezését előfinanszírozzák, illetve újra finanszíroznák a kötvénypiacon. Egyébként ugye sok mindenben, mint opció szóba jöhet, például azt mondja, hogy a holland leányvállalatnak, a T-Mobile Niederlandének az IPO-ja, vagy például a British Telecomban ugye 12%-a van a Deutsche Telekomnak, itt ugye amit egyébként most olyan 3 milliárd euróra értékelnek, itt az is lehet, hogy növelik a részesedést, vagy akár még csökkenthetik is, tehát ugye itt nem dölt el semmi, valamint ez a gyengékedő IT részük, ugye a T-Systemnek az értékesítése is ugye szóba jöhet. Hát azt gondolom, hogy egy a Deutsche Telekom ilyen értelemben lehet egy kis titkos favorit. Egy éve a papír 16,5 euró volt, ugye júniusban fölment 18-ra, jelenleg ilyen 14,60 valamennyi. A mélypontja volt 14,40 itt a napokban. A 60 centtel számolva az osztalékhozom a 4,1%, de hát ahogy itt a menedzser fogalmazta, hogy ez növelni kívánják. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy jó kis defenzív papír. Uh-huh, ez lett egy fordulós. Aha, fordulós papír. Tehát éppen nincsen elszállva, tehát nem az, hogy ráülök a vonatra, hanem inkább a fordulat lehet. Igen, és akkor hát ahhoz képest, tehát én azt gondolom, hogy itt ráadásul, hogy így a kilátások is ugye pozitívabbak. Egyébként is szerintem mondjuk ezen a szinten ugye szóba jöhetett volna ez a részvény, de így, hogy mondjuk kilátásokat is, ugye pozitív kilátásokat fogalmazott meg a pénzügyvezető, így azt gondolom, hogy ez egy 2-3 hónapos, vagy akár egy hosszabb portfólióba is ez egész nyugodtan belefér. Oké. Érdekes, ugyanúgy osztalék papír, mint a Magyar Telekom, ugye az itteni leánya. Oké. Köszönjük. Szép napot, Tibor. Jó munkát neked is. Szia. Barát Tibort hallottátok tehát, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjét. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.